gondolom, hogy amikor ezt a történetet most be akarom mutatni, akkor nem csak ezt a feszültséget, ezt a különös frivol fanyar feszültséget, hogy hogyan érkezhet meg valaki a pokolba szalonkocsin, hanem azt az attitűdöt is szeretném emögött egy kicsit föltárni, ami Hédervári Klárát, illetve, mint ezt rövidesen el fogom mondani, két Hédervári Klárát, anyát és lányát jellemezte. Nagyon köszönöm a meghívást a kocsmába, nagyon jó lenne, hogyha ez nem egy virtuális kocsma lenne, hanem valóságos. Én ide készítettem magamnak egy sört, de ezt nyilvánvalóan az előadás után lehetséges csak kibontani, remélem, hogy mások hasonlóképpen teszik, és előbb-utóbb valóságos asztalok között ülhetünk le és beszélgethetünk. Na most, most próbálok meglépni, most éppen nem sikerült, de mindjárt megpróbálok, igen. Tehát két asszony... Sikerült lépnem, ugye? Látják a jó két asszony történetéről lesz szó. Mind a kettőt Hédervári Klárának hívják, és mindjárt megpróbálok majd különbséget tenni közöttük. A baloldali képen Radó Klára, aki később Hédervárné Radó Klára néven lett ismert, képeit látjuk a fiatal Hédervári Klárával egy előadás tartása közben, illetve a harmadik képen egy kirándulás során. Jobb oldalt pedig azt a Hédervári Klárát, vagy Claire de Edervárit, ahogy ő magát hívni szerette, hiszen életének hosszabb részét töltötte Belgiumban, mint Magyarországon, aki nagyon jelentős pályát futott be, és a felső képen azt látjuk, hogy az ENSZ egyik bizottságában szerepel, lejjebb második János Pál pápával találkozik, legalul pedig, ugye Hédervári Klára a belga ENSZ képviselőként mutatkozik meg. Miért is érdekes, miért is fontos, és miképpen kerül éppen a felsőfokú tanulmányok intézetébe ez a történet? Voltak éppen egy talált kéziratról van szó, és ez a talált kézirat az, amelyik a szalonkocsin Auschwitzba gondolatot is elindította, mégpedig annak a idősebb Hédervári Klárának a történetére sikerült rábukkanni, akinek valamiképpen sorsa, habitusa, egy rendkívül érdekes személyisége homályban maradt mindaddig, amíg lánya Claire de Hédervári két évvel ezelőtt, 100 évesen egyébként, elhunyt Brüsszelben, és a hagyaték Hirsch Katalin unokahúga segítségével nem csak eljutott Magyarországra, hanem elhelyezésre került a Felsőfokú Tanulmányok Intézetének könyvtárában és kézirattárában, ahol ezt a rendkívül izgalmas irathagyatékot föl is dolgozták, és ebből a szempontból még izgalmas mostabbá vált, hogy hányfelé vezetnek utak ebből a számunkra nagyrészt ismeretlen, de mégis egy nagyon jelentős szerepet játszó asszonynak az életéből, gondolataiból és sorsából. Iratdobozok, dossziék, mappák szerepeltek ebben a hagyatékban. Több papírládát hoztam el egykor Hirsch Katalintól, aki remélem, hogy itt van a hallgatók között, és remélem, hogy meg is fog majd szólalni esetleg, és ugyanígy várom azt, hogy aki bármiféle reflexióval, korrekcióval élne, azt tegye meg, körülbelül 45 percet fogok beszélni, és utána nagyon örülnék, hogyha további kutatás, gondolkodás kedvéért én is pontosabban látnám azt, amit nagyon sok esetben most még csak homályosan látok. Ugye Auschwitzról van szó, ahol hosszú hónapokat töltött el rettenet körülmények között idősebb Hédervári Klára, és később ezt Broken Bridges címen, vagyis hogy összetört hidak, eltört hidak címen egy emlékiratban megírta. Megírta franciául is, Les ponts qui tombaient à l'eau, tehát a hidak, amelyek a vízbe zuhantak, megvan magyarul is a szövegnek több részlete. És nagyon különös módon, miközben a szöveg is, az élmények is, az írásmód is rendkívül izgalmas, rendkívül eredeti, nagyon eleven, ez soha nem látott napvilágot, tehát itt van még mindig egy ládában, most már nagyon jó körülmények között, és nyilvánvalóan arra várva, hogy egyszer érdeklődést keltsen és eljusson a szélesebb nagy közönséghez. Arról szól ez az ismeretlen emlékirat, ami Auschwitz előtt és ami utána történt, és amire későbbiekben ki fogok térni, nem zsidóként kerül Auschwitzba, hanem az antifasiszta ellenállás büntetéseként. Annak az ismeretlen epizódjai tárulnak föl ennek az emlékiratnak a lapjain. Egy egészen különleges krónika a haláltábor mindennapjairól,
és ugyanakkor mentalitás, történet, véghelyzet, túlélési stratégiák is megmutatkoznak benne, tehát amit az ember Primo Levitől vagy máshonnan valamennyire ismerhetett itt női szemszögből, nem faji alapon Auschwitzba kerül, hanem politikai meggyőződése alapján, és egy rendkívül jó, nagyon fejlett íráskészség nyomán olvashatjuk. Ami az emlékiraton túlolvasható, az azért nagyon izgalmas, mert egyfelől egy mikrotörténelemről van szó, tehát nem azokról a hatalmas epizódokról, amelyek egyébként nyilvánvalóan a történelmet formálják, meghatározzák, hanem az, ahogy a mindennapokban átélték azok, akik ennek a történelemnek valamiképpen az áldozataivá váltak. Nagyon érdekes a zsidó emancipáció és diszkrimináció kérdése, amire vissza fogok térni, de mint utaltam rá, nem zsidóként kerül Hidervári Klára Auschwitzba, és az asszony sorsok, a női narratívák kérdése, tehát ilyen értelemben a gender szemlélet, a gender megközelítés is egészen másféle képet, egészen másféle víziót mutat a haláltáborról, a haláltáborhoz vezető útról, majd az onnan elvezető lehetőségekről, mint amit az ember egyébként a hagyományosabban vagy a kanonikusabban ismert holokauszt szakirodalomban lát vagy láthatott. És ami ugyancsak nagyon lényeges, hogy antifasiszta ellenállásról van szó, de ugyanakkor a konzervatív liberális középosztályról. Tehát nem forradalmárokról, nem baloldali kommunista, szociáldemokrata áldozatokról, hanem azokról, akik nagyon határozottan és nagyon következetesen ragaszkodtak azokhoz a liberalizmusnak és a konzervativizmusnak, azokhoz az elveihez, amelyet minden totális rendszer nyilvánvalóan szét akar zúzni. Hadd kezdjem egy személyes kitérővel, mégpedig Hédervári Kláráról, ifjabb Hédervári Kláráról, tehát azért nevezem Claire de Hédervárinak, mert ő is így nevezte magát, de a kitűnően beszél magyarul mindvégig, és meg is őrizte valamennyire a magyar identitását, de az 1930-as évektől kezdődően már Belgiumban élt, a 40-es évektől kezdődően pedig az Egyesült Államokban és Belgiumban. És azért is nagyon fontos, mert hogy ez is egy olyan jellegű identitás kérdést vet föl, amelynek nagyon érdekes és nagyon érdemes utána menni. Nem fért bele, de volt egy olyan tüntetésen Hidervári Klára, amelyen egy olyan táblával jelennek, hogy szeretnék belga lenni, amikor ugye a flamand meg a vallon villongások közepette nagyon lényeges volt, hogy valamiképpen megmaradjon egy egységes ország. Először az 1956-os kutatásaimban találkoztam Hédervári Klára nevével, én hosszabb éveket töltöttem azzal, hogy elsősorban azt kutassam, hogy az 56-os forradalomnak a nemzetközi visszhangja, az milyen volt, az Egyesült Nemzetek Szervezete mit tett és mit nem tett, és ebben Hédervári Klára, aki az Egyesült Nemzetek Szervezetének a magyar ügyet vizsgáló különbizottságában dolgozott, először technikai asszisztensként, később pedig egyre fontosabb szerepekben, ő elsőrangú forrás volt. Nagyon érdekes módon Kővágó József, Budapest forradalmi polgármestere adta meg a telefonszámát, hogy miképpen is tudnám elérni. Atlantic City-ben élt Kővágó József, őt találkoztunk vele, amikor egy filmet készítettünk, Halál hálaadás napján címen, ezt a Magyar Televízió vetítette még a 1990-es években, és ott egy hosszabb interjú is hallható Hédervári Klárával, és ebben az interjúban is egyébként nagyon sok mindent elmondott, és nagyon sok mindent nem mondott el. Nem mondta el például az, hogy egy hatalmas iratgyűjteményt őrzött meg az 1956-os forradalom nemzetközi recepciója, elsősorban az ENSZ recepciója kapcsolatban, 8366 irattételből álló páratlanul jelentős gyűjtemény, amelyet először felajánlott a rendszerváltás után a magyar kormánynak, amikor erre úgy tűnt, hogy nem tartanak igényt, akkor letette a Hoover intézetben, és onnan hosszas nehézségek után sikerült Magyarországra visszajuttatni. Azt reméltük, hogy ezt ővele együtt tudjuk majd földolgozni, erre sajnos nem lett lehetőségünk. Itt egy ifjúkori Hédervári Klárát láttunk, későbbiekben látni fogjuk majd az idősebbet is. Készítettem vele egy oral historyt, és az az érdekes, hogy abban sem utalt elsősorban, vagy hangsúlyosan arra, amin az édesanyja keresztül ment. A saját történetét azt nagyon pontosan érzékeltük. Később egy portréfilmet is készítettünk vele, ez is a YouTube-on elérhető. Ha valakit ez részletekben érdekelne, a prezentáció végén ott lesz az e-mail címem, és nagyon szívesen elküldöm a linket. A Ivacs Gabriella, a Blinken Open Society Archive-nak az akkori főlevéltárosa kezdeményezésére, részben az ő rendezésével, az én konzultációs segítségemmel, meg interjúvoló feladatommal ez a film aztán később adásba is került.
könyvterve is volt, fönnmaradt végig kapcsolat, igazán jó barátok lettünk, a végére beszélgetéseket folytattunk, és amikor halála után az irathagyaték a Kőszegi Intézethez került, akkor tudtuk meg igazából, hogy mi minden volt még a beszélgetések mögött. Egy pillanatra tekintsük vissza a család történetre, amely rendkívül érdekes, és ha utaltam arra, hogy az emancipációs, vagy ez a zsidó emancipáció is döntő szerepet játszott, akkor itt biztosan ennek is nagyon fontos szerepe van. Radó Sámuel volt az édesapja, Rothfeld Salamon néven látta meg a nagyvilágot, és a napvilágot, és jogásznak tanult, később pedig mikor publicista lett, színdarabokat is, novellákat is írt, a Nyugatnak rendszeres szerzője volt, vitába keveredett Tisza Istvánnal, Herceg Ferenccel, Ignótusszal, tehát egy mai szóval public intellectual volt, aki emellett, és ez is nagyon lényeges, a Magyar Távirat Irodának az alapítója volt, tehát ez az a Radó Sámuel, aki a Claire de Hédervári nagyapja, tehát a Radó Klárának született Hédervári Klára, idősebb Klárának az édesapja. Különös módon Radó Sámuel, pontosabban Radó Sándor a későbbiekben nem esküdött föl a Károlyi kormányra, tehát 1918-ban lemondott, nagyon érdekes a levelezés, amelynek nyomán ő úgy döntött, hogy nem akarja átadni ilyen formában az Magyar Távirati Irodát a forradalmi kormánynak, amelyet egyébként a csőd széléről ő mentett meg, és ő tett ismét egy működőképes intézményé, és lányának, Radó Klárának akarta átadni, akire mindjárt a későbbiekben ki fogunk térni, tehát ő az a Hédervári Klára, akinek ezt az auschwitzi történetét most ugyancsak tárgyalni fogjuk. Hirschnelli volt Radó Klára édesanyja, grafikus, Székely Bertalan tanítványa, rendkívül tehetséges, nagyon sokat foglalkoztatott, tehát a parlament nyitóüléséről csinált nagyszerű rajzokat, gyerekkönyveket illusztrált, Gyulai Pál jubilomi diszkiadását, egy csodálatos könyvet illusztrált, és ugye Gyulai Pál mégiscsak a korszaknak a írófejedelme, vagy legalábbis irodalmi fejedelme volt, tehát ha valaki az ő jubilomi hatalmas, gyönyörű nagy kötetében rajzokat készített, akkor az nyilván nagyon fontos pozíciót is, meg elismertséget is jelent. Nagyon hamar 1915-ben meghalt, a művészet közölt róla nekrológot, és attól kezdődően árva volt Radó, vagy félárva volt Radó Klára. Itt látjuk Radó Sándornak a Nyugatban közölt egyik írását, és Hirschnelli rajzát, ugye a keresztény nő, a család nagyon hamar föladta a zsidó identitását, és nagyon erőteljes, és nagyon határozottan a kereszténység katolicizmus felé fordult, őszinte hívők voltak. Tehát ez egy borzasztóan lényeges mentalitástörténeti, eszmei, ha úgy tetszik, vallomásos mozzanata az ő életüknek. A legnehezebb pillanatokban Auschwitzban az Istenhit segíti tovább Hédervári Klárát. Az első útja a fölszabadult táborból egy krakói templomba vezet, és amikor még Kistarcsán internálják, akkor elsősorban az okoz számára rendkívüli fájdalmat, hogy Mária mennybemenetelének az ünnepén ő nem kaphat Bibliát. Volt egy legendás nagyapa is, ugye Hirschnelli édesapja, ugye ez megint csak, hogy pontosan ne okozzak túl nagy zavar, tehát ugye ez Hirschnelli édesapja, Örményesi Hirschliput, ugye ezek azok az a fajta zsidó értelmiség, amelyik egyszerre a Magyarország modernizációjához rendkívüli mértékben hozzájárul, másrészt pedig nagyon szívesen él a posztfeudális magyar struktúrának a különféle előnyeivel, ugye Örvényesi Hirschlipót, Hédervári Lehel, akihez hozzá fog menni Hédervári, vagy pontosan Radó Klára, ő is nemesi, pontosan bárói rangot visel, és pontosan tudjuk, hogy Hatvani Lajos, Lukács György és mások hasonlóképpen egy-két generáció alatt váltak ennek a monarchia aranykorának szellemi vezéregyéniségeivé, és ugyanakkor vagy a szülők, vagy akár ők maguk is, mint a heidelbergi habilitációt benyújtó Lukács György, Georg von Lukácsként írja alá a maga habilitációs kérelmét. Örményesi Hirschlipót a nyomdász volt, egyébként nagyon érdekes módon a munkásmozgalomnak is, ugye a nyomdászok azok mindig valamiképpen a munkás arisztokráciának voltak a tagjai, a munkás mozgalomnak is egy darabig prominense, és ő lesz az, aki a Franklin társulatnak, az egyik legfontosabb kiadónak a modernizációjában döntő szerepet játszik, és ugyancsak, mint ahogy Radó
Sándor az MTI-t, ő pedig a Franklin Társulatot képes egy növekedési pályára állítani, nem is akárhogyan. És itt van Hédervári Lehel, Hévíz Györki Hédervári Lehel, ő az, aki ugye Claire de Hédervári édesapja, Radó Klára, Hédervárinél Radó Klára férje. Egy nagyon érdekes politikus, ők is egyébként 1881-ig a Hadl nevet viselték, utána magyarosítanak Hédervárira, majd a család a különféle szolgálataiért megkapja a Hévíz Györki előnevet és a bárói rangot. Ugye hát mind a két oldalról ezek szerint Hédervári Klára a magyar, ugye nem született arisztokráciának, de mégiscsak valamiképpen az arisztokráciának a tagja volt, úgy is viselkedett egyébként. Hédervári Kossuth Ferenc közelébe kezdi a pályáját, később Apponyi függetlenségi pártjánál, ott indul képviselőjelöltként megbukik, majd ezt követően mégiscsak bejut a parlamentbe, és 1905-től kezdődően képviselőként nagyon jelentős szerepet játszik, és nagyon közel került Károly Mihályhoz. Ez azért nagyon lényeges, mert itt egy olyan fajta modernizációs esélyt látunk politikailag Hédervári Lehel életében is, amiben ugye nyilvánvalóan Károly legszűkebb baráti és politikus társaságához tartozván nagyon sok eszközt próbáltak meg fölhasználni azért, hogy a háború felé, ugye az első világháború felé sodródó Magyarországot valamiképpen mégiscsak megmentsék, vagy tovább élhetővé tegyék. Ennek érdekében Hédervári Lehel is tagja lesz annak a küldöttségnek, amely Károly Mihállyal 1914-ben áthajózik az Atlanti óceánon, hogy Amerikában kapcsolatokat, politikai támogatást keressen, hát ha ebből a szemszögből, vagy ebből a lehetőségből Magyarország kedvezőbb pozíciót kaphat, mint hogyha a háborút a németek oldalán vívja meg. Sajnos ez ugye kudarccal járt ez a kísérlet olyannyira, hogy amikor Hédervári Lehel meg a néhány vele utazó politikus hazatér Európába, és már kitör a háború, akkor internálják őket, és 3 évet tölt francia internálásban, ez ugye az a bizonyos fekete kolostor, amit Kunce Aladár olyan szépen és olyan pontosan megír. Látjuk itt egy képen Apponyi fogadását, látjuk Károly Mihály alakját is. Nagyon indulatos emberről, azon nagyon sokat párbajozott Hédervári Lehel. Volt olyan, éppen a Kőszeg és Vidéket című lap írta meg, amikor a őrség vezetőjére revolvert rántott, ugye a parlamentbe gondolják el, hogy ez milyen indulatokat válthatott ki, és az pedig a kardjával többször rásújtott Hédervári Lehel képviselőre. Tehát azért ez egy elég különleges történet, elég különleges élet. És az is nagyon érdekes, hogy amikor a háború után ugye már szabadon engedik, megismeri a nála 20 évvel fiatalabb Radó Klárát, ugye a későbbi Hédervári Klárát, akkor Bécsbe menekülnek, megházasodnak, és Bécsbe utaznak Nászútra. Ugye nekik már Károly is Radónak sok volt, Hédervárinak, ugye, amikor Károly átadta a hatalmat, nyilvánvalóan nagyon eltávolodott tőle. És a bécsi Nászút idején történik az az epizód, amikor a kommunisták által a bécsi követségre kicsempészett aranykincset a fehérek elrabolják, és ugye a Nászút során ezzel a kalanddal is nyilván gazdagodott a fiatal házasoknak a mézes hete. Egy erről szóló könyvnek, Kerecsény Jánosnak egy erről szóló könyv borítóját másoltam be. Hédervárinné története nagyon különös és nagyon érdekes módon nagyon messzire kanyarodott ezt követően Hédervári Lehelétől. Hogy mi igazán, mi történhetett, ami miatt Hédervári Lehel nagyon hamar visszavonul a politikától, és Újpest közjegyzőjévé válik, teljesen lemond minden egyéb funkciójáról, és nem is kíván semmilyen módon bekapcsolódni nyilvánvalóan az ekkor kialakuló Horthy rendszernek a politikai infrastruktúrájába. A család egyébként újpesti, és ez is nagyon izgalmas, újpesti levéltárakban nagyon gazdag anyag van, az édesapja az helyi körorvos volt, a testvére egy sportegyesületet hozott létre, tudjuk, hogy Újpest egy külön kis entitás volt, és azelőtt, hogy Budapesthez csatlakozott volna, nagyon különleges és nagyon sajátos hangulata volt, és ettől kezdődően ő már nincs nagyon jelen se a felesége, se a lánya életében, aminek az egyik oka az is lehetett, vagy az lehetett, amit Hédervári Klára egy nagyon bizalmas beszélgetésében osztott meg velem, hogy az elhidegülést okozhatta, hogy igazából Hédervári Klára
biológiailag, tehát az ifjabb Hidervári Károly, a biológiailag Károly Mihály lánya volna, és nem Hidervári Lehelé. Hidervárinné kimegy Magyarországról, és különféle lapokat tudósít Franciaországból, illetve Belgiumból, és részt vesz a Gyermekvédő Ligának a munkájában, itt annak a képét látjuk, ugye, talán emlékeznek rá, vagy tudnak róla, hogy éppen az első világháború utáni nagyon nehéz magyar gazdasági helyzetben, és későbben a világválság során is nagyon sok magyar gyereket fogadtak Svájcban, Belgiumban, Hollandiában, föltáplálták őket, nyaraltatták, és így tértek vissza, és így került ki egyébként ifjabb Klára 1930-as években ugyancsak Belgiumba, miután itt Budapesten elvégezte a Sacré-Cœur intézetet, tehát itt is egy nagyon erőteljes és nagyon hagyományos vallásos iskolába jár, még amikor a 90-es években Budapesten volt, akkor én elvittem, hogy nézzük meg, hogy milyen is volt az a kint a Abonyi út, illetve a Városliget mellett a Sacré-Cœur épülete, és hosszú éveket töltött ott Klára, aki, tehát az ifjabb Klára, aki ugyancsak hát ott tanult meg franciául, angolul, németül, és megtanulta mindazt, amit egy fontos tudnia egy keresztény úri lánynak. Újságírással foglalkozik ekkor Hédervárinné, ugye, és a Chicago Daily Tribune-t is tudósítja. 1928-ban egyébként Amerikába utazik, fölülvasó körutat tart, de a magyar újságoknak is tudósítójává válik, a pesti hírlapnak is, illetve az Új Időknek is, és mind a kettő azért nagyon lényeges, mert hogy egyszerre a konzervatív és egyszerre a liberálisabb vagy progresszívebb lapokba is szívesen látták az írásait. Ez is nagyon izgalmas lenne, ezeknek az újságcikkeknek, írásoknak, adott esetben novelláknak, beszámolóknak az összegyűjtése, áttekintése. Mindez nyilvánvalóan formálta azt az értelmiséget is Hédervárinné Klárában, amely előbb-utóbb bekapcsolódik az antifasiszta ellenállásba is. Ugye karitatív tevékenység és újságírás Párizsban és Brüsszelben, ugye itt a 30-as évek, bizonyos értelemben a világválságon túljutott Nyugat-Európának a fénykorát látjuk és érzékeljük. Tehát egy olyan jellegű integrálódási folyamat indult meg, ami igazából ifjabb Klárában teljesedett be, és de ugye Hédervárinné Klára is nagyon fontos lépéseket tett azért, hogy egy olyan fajta európai értelmiségévé váljék, amely aztán megmutatkozik az ő emlékirataiban is. Hédervári Lehel, ugye, mint említettem, Újpesten volt közjegyző, de közben, ami nagyon lényeges, a Herendi porcelángyárnak is részvényesei voltak, és Hédervárinné Klára, ő pedig művészeti vezetője volt a porcelángyárnak, és ennek a jövedelméből igen magas színvonalon tudtak élni. Herend ugye akkor is egy nagyon jelentős exportcikk is volt, ráadásul a maga különlegességében, a művészi és kézműves, manufakturális sajátosságaiban is nagyon jó piacot lehetett találni. Ennek a földolgozása is egyébként rendkívül érdekes, egy Szűcs Gergely nevű fiatal történész, ugyancsak Hédervári Klárával, mint fölvette a kapcsolatot, mert nagyon sok, nagyon izgalmas mozzanata volt ennek a történetnek is. Kitört a háború 1940-ben, Belgiumot nagyon gyorsan elfoglalják a németek, és ettől kezdődően Hédervári Klára, tehát idősebb Hédervárinné Klára bekapcsolódik az ellenállásba. Otthon van ugye már Belgiumban, ugyanakkor külföldi útlevele van, arisztokratikus megjelenésű, rendkívül csinos, és nagyon könnyen mozog azért, mert hogy magyar útlevéllel, amikor már a belgákra vagy másokra gyanakodhattak a határokon, a magyar arisztokratikus keresztény vagy katolikus nőre nem gyanakodtak, és rendkívül invenciózusan, nagyon tevékenyen, és nem egyszer nagyon hősiesen olyan fajta papírokat szerzett a katonaszökevényeknek, vagy azoknak a fiatal belgáknak, akik be akartak kapcsolódni az antifasiszta ellenállásba, amelyek ki tudtak jutni az országból, és a szövetségesek oldalán kapcsolódhattak be később Belgium felszabadításába. Tehát ez nagyon komoly kockázatot jelentett, hogy milyen nagy jelentősége volt Hédervári Klára tevékenységének arra, az is utal részben, hogy a gestápó után nyúlna Magyarországon, erre mindjárt rátérek, részben pedig 1950-ben a belga király Décoration Civique kitüntetéssel jutalmazza a Hédervári Klára
hősiességét. Tehát ez borzasztóan izgalmas. Jelenleg egyébként ott tartunk, hogy ennek a kutatását készítjük elő, a COVID miatt nem sikerült még belgiumi levéltárakba föltárni az erre vonatkozó anyagokat, akár az antifasiszta ellenállás kapcsán, akár egyéb módon, de tudjuk, vagy sejtjük, hogy nagyon izgalmas és nagyon jelentős iratanyag abból tudunk esetleg sokkal pontosabb képet alkotni arról, hogy mi is történt, mit is tett, amiről nagyon keveset beszél egyébként az emlékirataiban is. Ugye Brüsszelből hazatér Budapestre Hédervári Klára, a kép nem őt ábrázolja, de egy olyan hölgyet ábrázol, aki esetleg ő is lehetett volna, sajnos nem tudtam azokhoz a fényképekhez hozzájutni, amelyek egyébként a már említett portréfilmben bőségesen szerepelnek. És azért jön vissza Budapestre, mert akkor ugye az még nincs német megszállás alatt, és azt reméli, hogy itthoni környezetben ki tudja bekkelni esetleg azt az időt, amíg őt keresik Brüsszelben, és csak ugyanígy is van, mert 1944-ig nincs bántódása, akkor azonban hirtelen letartóztatják. Az emlékirat egyébként káprázatosan adja vissza azt a hangulatot, ahogy egyre ugye a német bevonulás híre, ahogy elterjed, ahogy egyre feszültebb, egyre kétségbejtőbbé válik a helyzet, ahogy ugye a pénzarisztokrácia, a zsidó származású polgárok, gyárosok nem akarják igazán elhinni, hogy itt bármi történt, Horthy majd megvéd minket. Ez a hangulat gyönyörűen van megírva, apró epizódokon keresztül is, de közben az egész atmoszférának nagyon pontos rekonstrukciójával, és ezt követi az, hogy elérik Hédervári Klárát, vagy Hédervárinét, Radu Klárát is internálják Kistarcsára. És itt egy középosztálybeli keresztény úrinő egyszer csak egy olyan helyzetbe kerül, amikor ott sváb börtönőröknek kell engedelmeskedniük, és akkor nagyon hosszú időn keresztül visszajogató ezeknek, milyen piszkos a körmük. Tehát, hogy érzékelhető az, hogy nagyon hosszú az az út, amit aztán ugye az Auschwitz foglaljaig megtesz, és várja azt, hogy mi fog történni vele, hogy elengedik, kiváltják valamilyen politikai kapcsolata révén, amelyek voltak még ugye ebben az időben is, sőt, Kistarcsán bizonyos őrök, ugye a gödöllői járáshoz tartozó őrök közül volt, aki felismerte Hédervári Klárát, amikor a férjével, Hédervári Lehellel kortes körutat tartottak a választókerületben, de ezzel együtt ő is oda került a svábhegyi legendás vagy borzalmas villába, a Gestapo főhadiszállására, és hosszú vallatás nyomán próbálták meg kiszedni belőle mindazt, amit tudni akartak. Valószínűleg nem sikerült, ugye ezért kerül Auschwitzba, illetve Auschwitz előtt bekerül még a főutcába, és a főutcában is elképesztő részletességgel, pontossággal és nagyon fájdalmas mozzanatok fölidézésével mutatja meg azt, hogy hogyan viselkednek ezek az összezárt asszonyok a kétségbeesésben, az életveszélyben, a végső kiszolgáltatottságban, hol vannak a szolidaritásnak a pillanatai, hol vannak az önzésnek a végletei, milyen az, amikor a kápók, vagy akkor még nem kápók, de mondjuk a cellaparancsnokok erőszakosak, vagy milyen az, amikor empatikusak. Ráadásul olyan idézőjel betehetjük, szerencséje volt, vagy egy olyan különleges társaságba került, tehát ez is a szalonkocsi részre utal, mint Szenes Hanna, ugye tudjuk, hogy az a hős, aki az ellenállásba bekapcsolódott volna, és később ugye letartóztatták és kivégezték, de ott volt LaGuardia is, akinek a neve onnan lehet ismerős, hogy New Yorkban egy repülőtér viseli az ő sógorának, a polgármesternek a nevét, ez ugye a polgármester sógornője, akinek valamilyen magyar kapcsolata révén itt maradt és letartóztatták, ott volt 60-i Lajos, és ott volt egy Zicsi grófnő, aki ugyancsak zsidó származású volt, és ezért őt is a főutcai börtönbe vitték. Ugye a vallatás, a várakozás, a kegyetlenség mozzanatai soha nem durván, hanem nagyon érdekes reflexiókkal mutatkoznak meg az emlékirat lapjain. Bocsánat. És minthogy nem faji alapon, nem mint zsidót vitték Auschwitzba, ezért harmadosztályú szalonkocsin került a haláltáborba. És ez volt azután az újabb fejezet, nem is a rámpán válogatják őket, hanem azonnal bekerül abba a női barakba, ahol azután mindazokon a szörnyűségeken keresztül megy, amelyeket az emlékirat abszolút nem brutálisan, de nagyon pontosan és nagyon megrendítően tárgyal. És itt is érzékelhető az, hogy hogy találja meg az ismerősöket, hogy aggódnak egymásért, hogy próbálnak segíteni egymáson, hol vannak azok a pillanatok, amikor a segítség helyett inkább a saját túlélésükre
fókuszálnak. Tehát egy nagyon pontos és nagyon megrendítő krónikája ez a mindennapoknak, ráadásul fantasztikus memóriával idézte föl ezeket a pillanatokat, hogy 1959-60-ban írja meg az emlékiratait, tehát valamilyen értelemben ezek olyan mélyre mentek, amelyek az újságíró, illetve hát bizonyos értelemben a szépírónak a tollát megindították, és hát benne voltak azok a mozzanatok is, amikor a kápók voltak egyetlenek, Hédervári Klárának a lába elgenyett, egyre rosszabb állapotban volt, nagyon féltették, hogy a gázkamrába fog kerülni, találkozik Mengelével, van ott egy szovjet orvosnő, aki nagyon szeretné amputálni Hédervári Klára beteg lábát, mert hogy nagyon régen nem amputált, és végül megmenekül mindezektől, nagyon sokszor a véletlennek, nagyon sokszor az életösztönnek, nagyon sokszor egy fantasztikusan, ha bizonyos értem, nagyon tehetséges mentalitásnak köszönhetően, és megéri a felszabadulást, átéli a borzalmakat, a tábor felszabadulását is megéli, és utána pedig elindul haza Budapestre. Nagyon izgalmas az a rész is, ami a budapesti hazatérést írja le. Egyszerre érzékelhető a szovjet felszabadítóknak a brutalitása, ugyanakkor a szovjet felszabadítók nélkül nyilvánvalóan nem lehetett volna Budapestre hazatérni, sőt Auschwitzból eljönnie sem. És nagyon érdekes volt az is, ahogy megtalálja azt, hogy az ő saját lakásában, vagy lakásukban teljesen mások laknak, akik nem is kívánják azt visszaadni neki, vagy nekik, tehát, hogy semmilyen módon azt a régi életet nem éli, vagy nem élheti, amit szeretett volna. Ezt követően elmegy Bécsbe, tehát ott is vannak ismerősök, a volt Nászút helyszínére, és onnan vissza akar jutni Belgiumba, mert hogy Belgiumban valamiféle tartaléka, valamiféle vagyona volt, illetve maradt, és ehhez szeretett volna hozzájutni, mikor megérkezett Brüsszelbe, akkor kiderült, hogy az a férfi, akire ezt rábízta, az ezt, hogy finom legyek, nem ő bízta meg. Ifjabb Klára ez alatt a 1940-es évek elején át tudott hajózni az Egyesült Államokba. Utaltam korábban, hogy Hédervárini Klárának voltak kapcsolatai már Amerikában. Egy ösztöndíjat tudott szerezni Radcliffe-be, ami egy rendkívül rangos egyetem volt, a Harvardnak a női kollégiuma, illetve a női, a nőket képző intézménye, de azért, mert hogy egy idő után az ösztöndíj véget ért, vagy elfogyott, Klára a Goodyear nevű gumigyárnál dolgozott segédmunkásként, és minthogy egy arisztokrata életét élte, az ottani amerikai milliomosok csemetéit tanította teniszezni, illetve franciául. Ez volt egyébként a szerencséje édesanyjának is, akit éppen amerikai kapcsolatai révén tudott Budapestről egy amerikai katonai jippen átmenteni Bécsbe, majd pedig Bécsből tovább tudott jutni Belgiumba. Klára ugye egyszerre több nyelvet, tehát Claire az több nyelvet beszél, közgazdaságot tanul, nemzetközi jogot tanul, és egy rendkívül tehetséges emberről van szó, aki nagyon hamar, nagyon komoly pálya elébe néz. Ekkor ugye 1945-től kezdődően az Egyesült Nemzetek Szervezete is létrejön. Long Island lesz az, ahol egyfajta ENSZ család él együtt, tehát ez a New Yorktól nem túl messze található sziget vagy félsziget, amelyen együtt éltek azok, akik az ENSZ létrehozásában vagy alapításában valamiféle szerepet játszottak, és Klára nagyon hamar be tud kapcsolódni mind a Long Island-i közösség életébe, mind pedig az ENSZ munkájába. Ami a legfontosabb szerepe lesz, hosszú éveken keresztül, bár később is nagyon jelentős szerepet játszik, az az 56-os különbizottságnak a működése. Ekkor már édesanyja is vele él, tehát amikor kiderült, hogy semmilyen nem marad Brüsszelben, semmiük nem marad Budapesten, akkor idősebb Hédervári Klára is átment az óceánon, és Long Islanden telepedett le, de igazából már nem találta meg a maga számára megfelelő elfoglaltságot, vagy munkát, vagy azt a feladatot, amelyet korábban nyilvánvalóan nagyon maradéktalanul meg tudott találni. Itt baloldalt a különbizottságnak a jelentését láthatjuk, ennek több fejezetét írta Hédervári Klára, ugye ez volt az a különbizottság, amely az 56-os forradalom kivizsgálására alakult 1957. januárjában, és amelynek nagyon alapos és szinte a mai napig ez egyik legfontosabb forrásnak tekinthető jelentése látott napvilágot 1957. júniusában. Klára szerepe nem csak ebbe volt jelentős, hanem a menekültek fogadásában is, itt egyébként édesanyjával együtt játszott döntő szerepet, aki
nagyon sok karitatív feladatot oldott meg. Camp Kilmer volt az a New Jersey-ben található tábor, ahova a magyar ugye, 56-os forradalom nyomán menekülők megérkeztek, és 36 ezer embert fogadott be az Egyesült Államok. Ráadásul ugye nagyon bonyolult folyamatokon keresztül sikerült őket valamiképpen alkalmassá tenni arra, hogy nyelvet tanuljanak, hogy be tudjanak illeszkedni, hogy akik tanulni akarnak, tanulhassanak, akik dolgozni, dolgozzanak. Tehát ez egy káprázatos logikai bűvészmutatvány volt, amihez nagyon sok önkéntes segítőre is szükség volt. Idősebb Hédervári Klára ezt a szerepet játszotta, ifjabb Hédervári Klára pedig ugyancsak a menekültekkel nagyon sokat és nagyon komolyan foglalkozott. Nem utolsó sorban akkor, amikor a Különbizottság technikai munkatársaként körbeutaztak több olyan helyet Európában, ahol menekültek nagyobb létszámon éltek, és az ő vallomásaik alapján jött létre nem utolsó sorban ez a különbizottsági jelentés. Róma, Bécs, Genf és London volt az a négy helyszín, ahol Hédervári Klára még ugyancsak találkozhatott magyar menekültekkel, és ugye a magyarul jól beszélő, csinos, bizalomgerjesztő hölgy nagyon komoly szerepet játszott abban, hogy ezek a menekültek megszólaljanak. Nagyon sok esetben ugye az ENSZ számukra az a szervezet volt, amelyik cserben hagyta Magyarországot, tehát ő is, illetve az a Paul Bang Jensen, akivel együtt dolgozott a menekültek előválogatása kapcsán, mind a ketten meg tudták győzni a nagyon sokszor megkeseredett menekülteket, hogy érdemes azért szóba állni az ENSZ-szel. Hogy mennyire volt érdemes, azt persze nem tudjuk, itt a baloldali képen Leslie Monroe látható, amikor a Különbizottság munkája megszűnt, akkor külön megbízottak vették át a magyar 56-os forradalom ügyének képviseletét az ENSZ-en belül, mások mellett az új-zélandi diplomata, akinek fő tanácsadója volt, segítsége, munkatársa Hédervári Klára, és sajnálatosan... Leslie Monroe nem csak a tehetsége, hanem az egész orientáció révén nem nagyon figyelt arra, ami Magyarországon történik, sokkal fontosabb volt a saját karrierje és saját üzleti érdekei, tehát ez egy nagyon szomorú epizódja a magyar ügy ENSZ-beli történetének, de Klára volt az, tehát az ifjabb Klára, Claire de Hedervári, aki mégiscsak elevenen próbálta tartani az ENSZ-ben is a magyar ügyet. Egyébként lábjegyzetként vagy epizódként, ha már itt Attila a bevezetésben említette azt, hogy színházzal is foglalkozom, bizony a Magyar Ügy címen egy színdarab is bemutatásra került a Thália Színházba paradox módon 1970-ben, amikor Pálffy György, talán néhányan emlékeznek rá a régmúltból a Magyarország főszerkesztő, politikai újságíró a kommunista időkben, és Kazimír Károly, színházrendező, színre vitte mindazt, amit ők fontosnak gondoltak a magyar ügyből, és Hédervári Klárát is megjelenítették magyar színpadon, Esztergályos Cecília játszotta, és egy frivol, finoman szólva könnyűvérű nőről volt szó, vagy azt játszotta el a darabban, aki igazából nem a magyar ügyrel foglalkozik, hanem elsősorban azokkal a férfiakkal, akik a látókörébe kerülnek. Ezt követően, amikor a 1960-as évek elején a magyar ügy lekerül az ENSZ napirendjéről, akkor több éven keresztül Belgium ENSZ képviseletét látja el, tehát ez rendkívül fontossá válik, hogy ő maga ugye fogadott hazája, vagy választott hazáját képviseli az ENSZ-ben. Belgium ekkor már nem az a hely, amely nagyon kritikus időket élt volna át, korábban ugye tudjuk, hogy éppen Hammarskjöld halála, volt ENSZ főtitkár halála, a kongói krízis az igencsak kínossá tette Belgium szerepvállalását a világpolitikában, illetve az ENSZ-ben. Ekkor már erről nem volt szó, és az is nagyon érdekes, hogy a magyar származású Hédervári Klára, aki Belgium képviselője volt, is volt, az ENSZ-ben is nagyon magas pozíciókat látott el. Részben a főtitkár megbízottja volt, tehát nagyon sokszor például a japán császárnál képviselte az ENSZ főtitkárát egy alkalommal. A baloldali képen az is látható, hogy a különféle női ügyekben az ENSZ női alkalmazottainak a kérdését folyamatosan napirenden akarta tartani, hogy ez egy nagyon erőteljesen férfi dominált a világ volt, és szinte még a mai napig az, és nagyon fontosnak tartotta Klára azt, hogy itt az asszonyokhoz is, vagy asszonyoknak is a hangját hallani lehessen, és ők is bekapcsolódhassanak, mindabban, ami a döntéshozatalnak az érdemi részét jelenti. És ugye itt van az a híres kép, amikor a pápával találkozik, ugye mind a kettőjük mosolya nagyon sokat árul el, sajnos baloldal belül Kurt Waldheim kampós orra, de nem baj, mert hogy maga a történet azért mégiscsak nagyon szép.
A két asszony hogyan is zárult az a sors, amiről az eddigiekben beszélni próbáltam. Idősebb Klára megírja emlékeit, mégpedig egy pályázatra írja meg. Tehát nagyon érdekes, hogy nem jut eszébe, hogy mindezt elmondja, pedig újságíró, pedig tényleg nagy íráskészséggel rendelkezik, kint él a lányával, tehát igazából ideje is, meg energiája is engedni, de amikor... a World Refugee Committee és a Doubleday kiadó pályázatot hirdet, hogy menekültek, írják meg az emlékeit, akkor megírja, és meg is nyeri a pályadíjat. Ez 500 dollár volt abban az időben, a New York Times tudósít róla, mind a két első díjat magyar szerzők nyerték meg, de ettől kezdődően a kézirat nem jelenik meg. Ez valami döbbenetes, és megint csak egy másik kérdést vett föl, ami rendkívül érdekes, mégpedig a 1960-as évektől mondjuk a holokauszt recepciója, vagy mindaz, amit és amiként tudni akartak, vagy nem akartak tudni erről a népirtásról, a Soháról, hogy ennek mi lehetett, vagy mennyiben lehetett az oka. A hagyaték elég jelentős része arról szól, hogy különféle kiadóknak, mégpedig vezető kiadóknak ajánlja föl díjnyertes pályaművét, ezt a bizonyos Broken Bridges című művet a szerző, ügynököket is fölkér, ugye az Egyesült Államokban nagyon sokszor az, hogy kinek milyen az ügynöke, az tud döntő hatással lenni arra, hogy a kézirata megjelenjék. Filmterveket is ír, éppen a Tonda Agency, ugye Tonda Marton, a magyar származású színházi és filmügynökség vezetője lesz az, aki fölkarolja ezt a történetet, éppen az a Marton család, amelynek Marton László nevű leszármazottja, a Vix Színház igazgatója, főrendezője volt hosszú éveken keresztül, de végig kiadatlan marad. Tehát a Feltrinelli kiadótól kezdődően a legkülönfélébb amerikai kiadók nem vállalják azt, hogy megjelentessék, és az elutasító levelekben nagyrészt az szerepel, hogy ezeket már ismerik, ezt kevéssé nem adható el jól, kevéssé számít olyan átütő érdeklődésre, amely miatt tényleg számít, tehát hogy valamiképpen a megjelentetését azt érdemes lenne vállalni. És hát ugye ez egy folyamatos kudarc történet volt, vagy lehetett, és csak ugyan, ugye Primo Levi egy remek művet ír a Sequestro e l'uomo, hogyha ez, ha ember ez, vagy ember ez című művében, vagy hogy Nyiszli Miklós Mengele boncoló orvosa voltam címen, megírja a maga rettenetes történeteit. Ez nyilvánvalóan köztelevő, hogy olyan szürke zónáról szól, de azonban egy rendkívül érdekes, rendkívül erőteljes, és nagyon átgondolt miről van szó. Kiadatlan marad. Ami ezt követően idősebb Hédervári Klárának marad, az részben a jótékonykodás, részben egy nagyon intenzív társadalmi élet, kapcsolatok Monti szenátorral van kapcsolatban, Tatjana Tolsztajával, aki Tolsztoj Leónak a lánya, Tonda Martonnal és másokkal, tehát elég komor társasági életet él, de alapvetően visszhangtalan marad, alapvetően ott élnek Long Islanden, külvárosi, vagy ez a suburban, tehát nem külvárosi, hanem ez a kertvárosi életnek a nagyon kellemes körülményei között, de az az élet, amelyik nagyon tartalmasnak indult, ígérkezett és volt is, és amely egy ilyen jelentős gellert kapott, már nem tudott az Egyesült Államokban kibontakozni. Claire esetében igen. Tehát ha ezt a két asszonysorsot egymás mellé állítjuk párhuzamban, akkor nagyon izgalmas az, hogy Claire az csak ugyan egy káprázatos sikertörténet, és amikor már visszavonul az ENSZ-től, ami nagyon hosszú időn keresztül tanácsadóként is fölkéri, legkülönfélébb szerepekben konzultációkat és egyebeket, végez az ENSZ legmagasabb szintű vezetői számára, fönt is tart egy kis lakást, nem messze az ENSZ épületétől. Amikor onnan is visszavonul, mert úgy érzi, hogy ez már sok, akkor a United Brussels Institute-nak, tehát egy kis magánegyetemnek lesz az elnöke. És nyilván ez is nagyon sokat jelent, hogy egy ilyen jellegű a pálya így zárul, nagyon méltóságteljesen, mai napig volt kollégái az egyetemnek a vezetői nagyon nagy szeretettel gondolnak vissza rá, és ő is úgy gondolja, vagy nyilván úgy gondolta, hogy ez méltó befejezése a pályájának. Ugye itt látjuk, végül volt egy puliuk, az még nagyon fontos, tehát a magyar identitásnak ezt a fajta, hogy mondjam, alap részét, ezt nagyon fontosnak érezték, hogy Long Islanden legyen egy puli, amelyik visszahozza, hogy ez egy csak egy tipikusan magyar fajta, tehát legyen meg ez az identitás, legyen meg ez a gyökér, ugye egy kutya egy feltétlenül közvetít valami olyasmit, amit minden egyéb, amit az ember reflektál, az már feltételekkel. Jobb oldalt pedig az idősödő Klárát látjuk, itt már 90 fölött van,
de talán érzékelhető a kisugárzása, a méltósága, a bölcsessége, és a szelleme rendkívül jó társalgó, rendkívül jó csevegő volt, rendkívül bölcs volt, és most az egész pályáról így a hagyaték kapcsán, és ennek nyomán egy nagyobb volumenű kutatási terv kapcsán kirajzolódhat ennek a két asszonynak rendkívüli pályája. Ennek megítélésem szerint az egyik fordulópontja ez a szalonkocsi Auschwitzba lehetett, de nyilvánvalóan ez epizód volt, döntő epizód, és mind a két élet a maga módján öntörvényűen bontakozott ki. Köszönöm a figyelmet, bárkit bármi érdekel még részletesebben, akkor ezen az e-mail címen elér, és hát tényleg azt gondolom, hogy nagyon izgalmas, nagyon fontos történetet láthattunk itt, és azt is gondolom, hogy még nem beszélem vagyok a végső igazság birtokában, tehát nagy örömmel hallanám a visszajelzéseket, reakciókat, adott esetben a korrekciókat is, hogyha valamiben eltévedtem volna. Megpróbálom most a stop share, és akkor itt találkozom a résztvevőkkel, és köszönöm a figyelmet.